Több ezer tárgyat pakoltak át, fagyos volt a hétvége, egerésző Öivet mentettek, elsőben fog tanítani Décsei Erzsébet. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 22-én 18 óra 5 perckor. Dr. Nagy Molnár Miklóssal, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatójával a laktanyában beszélgettünk, hiszen ide költöztették át tárgyaikat a Rónai Malomból. Mint a szakember elmondta, amint kitavaszodik, minden áthozott tárgyat fertőtlenítenek, konzerválnak, megnézik, milyen beavatkozásra van szükség. Sikerült áthozni ide az anyagot, amit addigra ezt a helyiséget, illetve ezt a szintet, egy századszint, egykori századszint, ezt kialakították a raktár helyiségnek. Ez azt jelenti, hogy ugye fel kellett újítani, hiszen régóta itt állt üresen az épület, víz, villanyvezetéket fel kellett újítani, és akkor mi most áthoztuk a műtárgyainkat, közel 8000 darabot, amely most várja a sorsát. A sorsa pedig a következő, hogy amint egy kicsit kitavaszodik jobban, akkor egyrészt fertőtlenítünk minden tárgyat, hiszen minden fa eszköz, fa tárgy, nagy része legalábbis szúvas, tehát a szútlanítást meg kell oldani. Egyrészt fertőtlenítünk, másrészt végig tisztítjuk, hiszen a költözködés közben porossá váltak a tárgyaink. Lemossuk őket, tehát elsődleges konzerválásnak a műveletét fogjuk végrehajtani, amit egyébként a műtárgy gyűjteménybe való kerülésének az elsődleges feladata, hogy az elsődleges konzerválás, hogy azt jelenti, hogy megtisztítjuk a tárgyat, megnézzük, hogy hogy néz ki, és milyen beavatkozásra van szükség, restaurálásra vagy más egyébre. A 8000 tárgy pályázatból vásárolt polcokra kerül. Előtte elvégzik egyenként a leltározás pontosítását, felmérik az adott tárgy állapotát is, mielőtt végleges helyére kerül. Folyamatosan ezzel, ahogy pakoljuk ki a tárgyakat a csomagolóanyagból, felrakjuk a dexionsalgó polcokra, amelyeket most szereztünk be egy pályázatnak megfelelően pályázati pénzből, és bepolcoztuk a helyiségeinket. Tulajdonképpen az összes beleltározott tárgyat kézbe fogjuk venni. Ez arra is jó, hogy az 5 évenként kötelező revíziót is elvégezzük, tehát fölírjuk a tárgy leltári számát, összehasonlítjuk a leltárkönyvbe, hogy mi szerepel, mi a tárgy állapota, változott-e az elmúlt állapota, tehát hogy az épp tárgy nem tört el, és akkor utána szándékaink szerint a végleges helyére kerül a polcra, amelynek ugye az a lényege, hogyha én bejövök a raktárba, bejövök a helyiségbe, tudom, hogy hol van a kerámia, akkor ott tudom, hogy mit keresek, megnézem a helyiség leltárba, hogy melyik polcon hanyadik tárgyként kell annak a kerámiának lenni. Lesz külön bútor, kerámia raktár, a gyékény és egyéb tárgyak is más-más terembe kerülnek. Lesz egy külön helyiség lemezszekrénnyel, abba kerülnek a textilek állapotuk megőrzése érdekében. Ez a helyiség, ahol most itt állunk, ez kevés dexionsalgó polccal van ellátva, de nem is fogjuk mindet behasználni, hiszen ez mögöttem is látható, itt lesznek a nagyobb bútorok. Már láthatók az ágyaknak a végei, meg az ágyaknak a darabjai, tehát tulajdonképpen ez lesz a bútorraktár. Mellettünk lesz egy kerámia raktár, az de teljesen be van polcozva, mellette, illetve velünk szemben pedig egy másik teljesen bepolcozott raktárhelyiség, abban pedig a gyékény és egyéb tárgyak kerülnek elhelyezésre. A bejáratnál van egy helyiség, ott a két lemezszekrény található, ez szintén ezen a pályázati pénzen vásároltuk, abba fognak kerülni a textileink, hiszen az tökéletes megoldás lesz a textil tárolására. Ugye ez az előírás, hogy olyan helyet kell biztosítani egyrészt a fatárgyaknak,
másrészt a textil tárgyaknak, hogy ne fertőződjenek, illetve ne romoljon az állapotuk tovább. Tehát a fatárgyakat olyan polcra kell tenni, ami nem bocsájt ki gőzt, enyvet és ilyesmit, tehát ezért nem jó a fapolc. A textileknél pedig savmentes papír, ami szintén nem bocsájt ki semmi káros anyagot, arra tesszük a textileket szépen sorjában. A fémtárgyakat is lekezelik. Az a cél, hogy egy olyan raktárt alakítsanak ki, hogy minden terem, minden polcán a keresett tárgyat azonnal meg lehessen találni. Ez azért fontos, hiszen most még megvannak a tárgyak, de 100 év múlva is kellene, hogyha még lesz múzeum, és kevés koronavírus járvány és hasonló járvány lesz, akkor még 100 év múlva is szükség lesz ezekre a tárgyakra, hogy fel tudjuk mutatni, illetve utódaink fel tudják mutatni, hogy mi legyen. Tehát tulajdonképpen mi most a koronavírusnak ezt köszönhetjük, hogy bár a múzeum nincs nyitva, de a múzeum munkatársai mindannyian jönnek és itt pakolnak ki. Ez azonban még 2-3 évig eltart, mire eljutnak a 8000 tárgy átnézésére. Idén a kerámia tárgyak revíziója, polcra helyezése kitart, mondta a szakember. Térségünkben a hétvégén fagyos volt az éjszaka. Sajnos több korai barack, nektarin is elfagyott. Látszik a rózsaszín ott fent a hegyén, és ez nagyon rossz, mert hogyha jön egy huzamosabb ideig tartó mínusz sok fok, ez a mínusz 3-4-5, akkor ezek a rügyek ezt már nem élik túl. 0 fok alá süllyedt a hőmérséklet a hétvégén éjszaka Karcag és térségében. Átlagosan a megyében mínusz 2-3 fok volt, amely leginkább a barackfákat károsította. Normál időben ilyenkor már nézzük, hogy mikor kezdődjön a meccés. Minden bizonnyal azt is szemmel kell tartanunk, hogy milyen időt jósolnak a következő 2 hétre. Nos, a helyzet az az, hogy nem volt igazán hideg a tél, és nem volt fagyos a föld. A fáknak a szája az a gyökerük, és onnan indul minden a tavaszi újraéledés során. Mivel nem volt elég hideg a föld, ezért elkezdődött a fáknak úgymond a táplálkozása, és elkezdtek duzzadni a rügyek. És február végén nagyon meleg volt, utána volt egy jelentősebb lehűlés, 8-10, mínusz 8-10 fokot mértünk, akkor már lehetett valamilyen szintű fagykár, főleg a kajszi barackban, és most megint hideg időt jósolnak a következő 10 napra, tehát nem tudjuk előre azt megmondani, hogy a meccés mennyire legyen úgymond drasztikus, mennyire vágjunk sokat. Ennek a megyei termelőnek összes kajszi barackfája kivirágzott már. Pár nap is kiderül, hogy mennyire károsította a hideg a növényeket. Azt előre megmondani, hogy mekkora lehet idén a fagykár, szerintem senki nem tudja. Az viszont biztos, hogy az előző évek tapasztalata alapján és az időjárás előrejelzése szerint már most lehet egy olyan vésztervet hozni, ami a lehető legjobban optimalizálja azt, hogy mit lehetne megmenteni. Nálunk, legalábbis mi itt az Aranyos Barackosban azt mondjuk, hogy a pohár mindig félig tele van, tehát próbálunk pozitívan gondolkodni, és próbálunk afelé hozni intézkedéseket, hogy lesz termésünk idén. Nyilván ez nagyon sok terv és nagyon sok előkészület, reménykedni fogunk. A fagy hatására besötétedik és összeszárad a virág. Hamarosan kiderül, hogy idén mennyi barackot szüretelhetnek majd. A tavalyi év az nagyon szörnyű volt a gyümölcstermesztők számára, mert több hullámban is jött fagyás. Áprilisban szinte minden héten volt mínusz 4-5-6 fok, és akkor szintén már eléggé előre haladott állapotban volt a virágzás. És nyilván próbálunk tanulni a tavalyi évből. Most vittünk be vesszőket meleg helyre, és ott próbáljuk nézni, hogy mekkora lehet már most a fagykár, ha van. Ilyenkor a virágnak a közepén kell néznünk a termőt, és ha az el van barnulva, nem életképes, akkor sajnos már az a megállapítás, hogy már idén is volt valamilyen szintű fagykár. Mondom, ez elsősorban a kajszi barackot fogja érinteni, ha fogja.
és már most gondolnunk kell arra, hogy vélhetően idén is védekeznünk kell a fagy ellen. Ezt meg tudjuk oldani füstöléssel, vagy fagyvédelmi gyertyával, illetve öntözéssel, bármilyen furcsa, de a víz is segítségünkre lehet ebben a nehéz időszakban, és erre a gazdáknak már most el kell kezdeni készülni. Mínusz 5 fok már károsítja a korai őszi barack és a kajszi barack bibéjét, mondta a szakember. A szántóföldi növények és az eperpalánták eddig megúszták a hideg miatti károsodást. A tiszasúlyi körzeti megbízott Kőtelek belterületén a járdán egy madarat pillantott meg, ami láthatóan segítségre szorult. A tiszasúlyi rendőrőrs körzeti megbízottja a kora délutáni órákban szolgálat teljesítése során Kőtelek egyik utcájában a járdán meglátott egy egerészőjvet. Tegnapi napon Kőtelek területén járőröztem, járőszolgálat közben kanyarodtam arról, mikor itt a járdán egy őre lettem figyelmes, amely itt ült, látható volt, hogy nem tudott elrepülni, az egyik szárnya el volt neki mozdulva, nem tudott elmenni, értesítve lett a természetvédelmi őr, aki idejött és a madárkórházba szállította. Az utcában lakók is észrevették a madarat, valószínű, hogy valaminek neki repült. Valaminek neki szállhatott, én szerintem. Vagy vezetéknek, vagy véletlenül nem jó vette, hogy hívják ott a fát. De valahon, mert az egyik, hogy a bal szárnya az volt, amelyik nem úgy állt, mint a másik. A madár a rendőr közeledésekor nem tudott elrepülni, mivel a szárnya megsérült. A sebesült állatot a helyszínre érkező Közép-Tisza Jászság természetvédelmi tájegység munkatársa szakszerűen befogta, és a Jászberényi SAS központba szállította. Tegnapi nap folyamán ugye sérült egerészőjv került be hozzánk, jó állapotban volt, a kondíciója jó, valaminek neki ütközhetett, és ezért ilyen kis izomhúzódás meg levert a viaszhártyát egy kicsit a homlokánál, tehát rögtön még nem sikerült visszaengedni a szabadba, ki kell, hogy pihenje, a szárnya is egy kicsit helyre jöjjön, és aztán remélhetőleg visszamegy. Ugye belterületről van szó, ahonnan beérkezett, akár egy nagy ablakfelületnek vagy drótnak neki repülhetett, ez rendszeres tud lenni, hogyha bekeverednek a belterületre a madarak. Általában karvajoknál szokott ez előfordulni, amikor az énekes madarakra vadásznak, de itt ugye egy egerészőjvet látunk, és az egerészőjv esetében ez ritkább, inkább az erütések, áramítések az, ami miatt ők be szoktak ide hozzánk kerülni. Itt most neki szerencséje volt, mert ebből szinte biztosan föl fog épülni. Az egerészőjv nyílt vidékeken, mezőkön, legelőkön, vizenyős területeken vadászik, és a közeli erdőkben fészkel. Olyan helyeken is vadászik, ahol az ember gondoskodik arról, hogy a növényzet ne nőjön magasra. Táplálékát majdnem mindig ezeken a területeken keresi, így elterjedése is ezekhez a nyílt vidékekhez kötődik. Décsei Erzsébet tanítónénivel arról fogunk beszélgetni, hogy mire is számíthatnak azok, akik szeptemberben az ő osztályába fognak kerülni a Györf István Katolikus Általános Iskolában. Décsei Erzsébet az édesanyja hatására lett pedagógus. Édesanyám hatására lettem elsősorban pedagógus, ő óvónéni volt, illetve volt egy első osztályos tanítónénim, akit szintén nagyon szerettem, és az ő példájuk segített abban, hogy ezt a pályát válasszam magamnak. Így aztán először egy középfokú óvónői végzettséget szereztem, és ezután mentem tovább tanulni Békés Csabára, a tanítóképző főiskolára, ott szereztem meg a diplomámat 1994-ben. Innen aztán Szegedre, a Juhász Gyula tanárképző főiskolára mentem el egy posztgraduális képzésre, egészségfejlesztő és mentálhigiénés szakdiplomás lettem, és hát ahogy végeztem a főiskolán, el is kezdtem dolgozni itt Karcagon, mert én egyébként püspökladányi származású vagyok, de akkor ott nem volt álláshely, itt viszont el tudtam helyezkedni, és itt ragadtam, úgyhogy most már ide köt a családom és az egész életem. Itt a Györfében 2012 óta dolgozom, a gyesről, a három gyermekem születése után ide kerültem ebbe az iskolába. Itt egy évig napközis tanítónéni voltam, majd azután első és második osztályban dolgoztam végig.
A tanítónőnek 3 gyermeke van. Természetesen otthon édesanya, de a tanítónő azért a családi körben is alkalmazza a pedagógusi tanulmányait. Azt gondolom, hogy ezt egyikünk sem tudja teljesen függetleníteni, nem is kell. Ez majd a későbbiekben rájönnek a gyerekek, hogy bizony jó, hogy anya ennyire hajtott bennünket. Néha azért tehernek érzik ezt, de szeretem őket otthon is segíteni, ameddig csak tudom és amennyire erőmtől telik. A tanítónő most az elsős diákok szüleihez fog szólni. A Györfiben folyamatosan zajlik az elsősöknek az előkészítése online módon. Az iskolánkban ennek már nagy hagyománya van, az iskola előkészítő csoportokat mindig működtettük. Az iskola kóstoló néven futott ez idáig. Most az idén, mivel más lett nagyon a helyzet, ezért fecskehívogatónak neveztük el a csoportunkat, létrehoztunk a Facebookon egy kis zárt csoportot, egy kis közösséget, ahová a nagy csoportos gyerekek szüleit vártuk. Ott tettünk föl, valamennyire próbáltunk azért ragaszkodni az eddigi megszokott programunkhoz, tehát annak mentén dolgozva olyan feladatokat készítettünk számukra, amelyek online módon is elkészíthetők, és benyújthatók a készült produktumok. Ez jelentett eleinte sok fejtörést számunkra, hogy hogyan is oldjuk ezt meg. Többnyire úgy csináltuk, hogy lefényképezhetőek legyenek, vagy kis videóhívásokban, videófelvételekben a szülők felvették a kisgyerekeket, és akkor így osztottuk meg a csoportban. Igaz, online módon, de már egy összeszokott kis csapatról beszélhetünk. Szerencsére azért ennek hozadéka is van ennek a vírushelyzetnek. Akárhányszor vissza tudjuk őket keresgetni és visszanézni, és egymás munkáit is ők maguk is lájkolgatták, figyelemmel kísérték, úgyhogy egész jól megismertük most már egymást. Sajnos azért a személyes találkozás az még várat magára, és azért ezt nem adjuk föl, reméljük, hogy még a tavasz folyamán erre is sort tudunk keríteni. Minden esetre 3 dolgozunk ebben a csoportban, a munkaközösségvezetőnk Pallagi Bernadett, Szabó Edit és jó magam készítjük el 2 heti bontásban általában a feladatokat, amiket éppen a pár órával ezelőtt tettük föl a legfrissebbet. A szülők aztán elkészítik és hozzák az eredményeket. Úgyhogy látjuk a nagyon sok kis óvodás arcot, a kis fecskéinket, akik vidáman és bátran kiállnak a kamera elé, és verselnek, énekelnek. Kézműves tevékenységeink is vannak, amiket gyönyörűen megoldanak, sőt, annyira kedvet kaptak néhányan, hogy olyan kis versikéket is megosztanak velünk, amiket mi nem is kértünk, de olyan kis szorgalmas gyerekek, hogy mégis öröm látni őket. A tanítónő szerint lelkes kis csapatról beszélhetünk, és bizakodva várja a szeptembert. Tőlem játékos óravezetésre lehet legelsősorban számítani, igyekszem mindig úgy alakítani a tananyagot és a hozzá kapcsolódó feladatokat, hogy a gyerekek mindent úgy tanulhassanak meg, hogy azt ne érezzék munkának, olyan játékos feladatokba ágyazva mindenféle változatos gyakorlási módokkal, szinte észrevétlenül tanulnak játszva. Ehhez természetesen szükséges, hogy kialakítsuk a gyerekekben azt az órai megfelelő fegyelmet és magatartást, ami mindehez a munkához szükségeltetik, de ez azt gondolom, hogy a beszokatási idő végére azért szokott sikerülni. Látják a gyerekek is, hogy mennyire jó így dolgozni, úgyhogy hajlandóak együttműködni, és örömmel teszik ezt. A tanítónő említette, a pályaválasztásánál az anyukája mellett hatással volt a tanítónénye is. Bízik benne, hogy ő is hasonló példát tud mutatni a tanítványainak, mint amit ő is kapott. Eredendően én édesanyám mintájára óvónéni szerettem volna lenni, viszont ott már éreztem, hogy egy fokkal talán inkább nagyobb gyerekekkel tanítanék szívesebben. Hát a legnagyobb csoda az az írás-olvasás megtanításának csodája, azt nem hagynám ki így mostani fejemmel sem. Ebben találtam meg azt az örömöt, ami az igazán alkotás öröme. Azokat a csodálatos kis, csodálkozó kis szemecskéket, akiket megtanít az ember ezekre a dolgokra, hát ez mindennél többet ér. A kézművességgel kiemelten foglalkozik, de szeret kirándulni is. Én nagyon szeretek kirándulni, kimozdulni, nem tanórai keretek között is, komplexitásban gondolkodom mindig, amennyire lehet.
átfogó ismereteket próbálunk nyújtani, és szeretek projektekben is dolgozni. Az élménypedagógia módszereit szívesen és gyakran használom. Mindenféle változatos tevékenységre számíthatnak tőlem a gyerekek. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés diplomámat is nagyon szeretem használni, úgyhogy nagyon sok életvezetési ismerettel gazdagodhatnak, közösségi játékokat, természetesen ismerkedős játékokat játszunk majd eleinte nagyon sokat. Ezekre lehet tőlem a továbbiakban is számítani bizton. Mi jelent önnek a kikapcsolódást? Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!